lesz a kollégának, hogy alkoholszondás ellenőrzés. Szerintem kérdezni, hogy vezetés előtt fogyasztott alkoholt. Nem. Jó, akkor legyen szíves, látod egy 10 centi távolságban a fejlepet. Az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőjén vették ki a forgalomból ezt a kamiont szerdán délelőtt. A hét elejétől egészen vasárnapig razziázik a rendőrség a vármegye közútjain. A Rótpol éves ellenőrzési terve alapján ezúttal a kamionokat és a buszokat veszik komolyabb vizsgálat alá a hatóság. Ezeket ellenőrzik határozottan, illetve hatványozottan a kollégáim. Gyakorlatilag a vármegye útjain mi 7 szolgálati csoportként ellenőrizzük bárhol, ahol szükségesnek tartottuk, illetve az elemző értékelő munkából adódóan nagyobb forgalomra lehet számítani akár a tergépjárművek esetében, akár a buszoknak a forgalmát tekintve. Itt célirányosan ezért arra a helyszínekre terveztük az ellenőrzéseket. Az ugyanakkor nyilvánvaló, hogyha más kategóriájú járművek és azok vezetőinek szabálysértésével találkoznak, akkor is intézkednek majd az egyenruhások. A tehergépjárművek és a buszok esetében kiemelt figyelmet fordítanak a pihenőidőre, az árura és a beutazási szabályok betartására. A tehergépjárművek, illetve a buszoknak az ellenőrzésénél itt a vezetés is a pihenési idő, illetve a veszélyes áru szállítás az a célja, a céljányos ellenőrzés, és ettől függetlenül természetesen bármilyen más jogsértést, amit elkövetnek a gépjárművezetők, akkor annak megfelelően szankcionáljuk. Akár a biztonságjának az elmulasztására vonatkozóan, illetve mint mondtam, a vezetés, illetve a pihenési időnek a betartását ellenőrzzük, és a veszélyes áru szállítás esetében pedig a szabályos dokumentációkat, megfelelő jelöléseket a járműen, stb., ami szükséges. Az egy évvel ezelőtti hasonló akció során összesen 4456 tehergépkocsit és 451 autóbuszt ellenőriztek a magyar rendőrök. Az ellenőrzött járműveknél 1609 alkalommal állapítottak meg jogsértést, azonnali közlekedési korlátozást 15 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni.